Tomcsányi László, Perce Béra unokája, aki a Bonyhád központjában álló kúria utolsó tulajdonosa volt. Vendégségbe érkezett ősei egykori otthonába, hogy felidézze gyermekkora és a percelek bonyhádi emlékeit. Ennek a mai összejövetelnek és a percelek kúria felújításának én két szempontból örültem. Az egyik az, hogy ez nagyapám még háza volt, nagyapám volt, Perczel Béla volt az utolsó Perczel tulajdonosa ennek a háznak, és én egész 51-ig, hát a gyerekkoromnak szép napjait és hónapjait töltöttem itt édesanyámmal együtt, ki Perczel Bélának volt a középső gyermeke, leánya, Perczel Klárának hívták. Sajnos egyik testvér sincs már az életben. Kevesen tudják, hogy a bonyhádi Perczel család német eredetű. Első ismert ősük, Hans Perczel, a 16. század közepetáján került Magyarországra. Majd unokája, aki már a Perczel nevet használta, magyar nemesi címet kapott. A hűségmozgalomról is kevesen hallottak. A II. Világháború alatt a Volksbund ellenlábasaként Bonyhádon megalakult Hűséggel a hazához mozgalom célja az volt, hogy a magyarországi németek hűek maradjanak befogadó hazájukhoz. A mozgalom egyik alapítója Perczel Béla volt. A Perczel család nagyon szerencsés ilyen szempontból, mert remek történészek, bonyhádi és szekszárdi történészek foglalkoztak a hűségmozgalommal. De a hűségmozgalom egy olyan mozgalom volt, amit sok oldalról igyekeztek elhallgatni és más fénybe beállítani. Tehát tulajdonképpen a kommunista kormányzatnak sem volt érdeme, hogy felelvenítse egy olyan mozgalmat, amelyik itteni németektől indult ki, és a Hitler uralom ellen irányult. Tomcsányi László bonyhádi gyermekkori emlékeit is felidézte a beszélgetés során. Arra viszont emlékszem határozottan, hogy amikor aztán a 46 után a németeket kitelepítették válogatás nélkül, nem a volksbundistákat telepítették ki, hanem mindenkit, aki az útjukba esett, és főleg akik vagyonosabbak voltak, akkor én gyerekként a nagyanyámékkal itt az ablakból láttam, ahogy kitűzött magyar zászlókkal mentek ki a Hidasbonyhádi állomásra, és vitték a kis vagyonkájukból azt, amit megengedték, hogy elvigyenek. Ez volt az én személyes élményem, a többi az olvasmányokból származik. Nyarakat töltöttem itt, nagyszüleimnél és édesanyámmal, hát kisgyerekek voltunk, és aztán 45-ben, mikor hazajöttünk Németországból, aztán 2 évig itt éltünk, és utoljára, és aztán megint csak a nyarakat töltöttük itt, és 51-ben kellett, nagyanyám halála után kitették a családot a házból, és akkor utána már nem voltunk. Hát, ahol most az előadó terem volt, ez volt az a nagy szalon, ahol a nagyapám a politikai megbeszéléseit tartotta, és amikor aztán elhurcolták és hazahozták, akkor fel volt ravatalozva, és itt az udvaron itt végezte a beszentelését Mindszenty bíboros. A Perczel család leszármazottai minden évben március 15-én visszatérnek Bonyhádra, hogy megemlékezzenek felmenőikről. Okay, Heidi Weidje bin ich und meine Urgroßmutter hieß Bonyhádi Perczel Piroska, also sie war eine Perczel und so bin ich auch Mitglied der Familie und wir treffen uns mit der Perczel Familie in jedem Jahr hier in Bonyhád. Hier ist eine Veranstaltung im Kulturhaus, das organisiert die Stadt bzw. die Selbstverwaltung. Und danach gehen wir dann zusammen zum Grab von Mohr Perczel. Da ist noch eine Erinnerung. Und danach trifft sich die Familie und wir haben zusammen ein Mittagessen. Und da treffen wir uns eigentlich jedes Jahr und dort können wir dann alles besprechen. Da ist dann auch die ganze Familie da, eine sehr große Zahl immer. Bonyhád fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a percelek. Ők alapították a helyi zomászgyárat, kúriaházaik ma is a város legszebb épületei közé tartoznak. Bonyhád híven őrzi a Perczel család emlékét.